Több mint 1000 darab ezüst pénzérméből álló lelet került elő Porcsalmán idén nyáron. A történelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű érmeket közfoglalkoztatottak találták meg munkájuk közben. A mindennapi munkára jelentkeztünk, és ki kellett menni tovább a tékőrakást, a biciklipályát rakni lefelé, és ahogy ástuk a szegélykőnek a helyét, az egyik munkatársam kifordított az ásóval valami zöld, ilyen apró kis pénzeket, vagy érmék, mert még elég azt hittük meg, hogy sörös kupak, meg az egyik munkatársamat is, hogy kitemette ezt a sok sörös kupakot el, és hogy nézegettük, vettük észre, hogy ez nem sörös kupak, hanem ez valami furcsa pénzérmék. A lelettel kapcsolatosan Nyíregyháza alpolgármestere történészként is szólt. Úrich Attila kiemelte, vélhetően egy lengyel kereskedő rejtette el a török hadjárat elől az érmeket az 1660-as években, ám azokat már nem áshatta ki a földből. A porcsalmai éremkincsek megtalálóinak és bejelentőinek miniszteri elismerést adott át a kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. Puskás Imre hangsúlyozta, az oklevél és a hozzájáró pénzjutalom azt fejezi ki, hogy a jogkövető magatartást elismeri az állam. Amit a föld rejt, az az állam tulajdona. Ez a régészeti lelettel is így van. Hát alapvetően az egy természetes dolog, vagy elvárható dolog, a törvény is ezt írja elő, hogyha valaki talál egy régészeti leletet, azt a tulajdonosának, vagyis az államnak oda kell adnia. De ez nem teljesen általános. Sokan tudunk olyan történeteket, ami az ellenkezőjéről szól. Arról szól, hogy emberek találnak ilyen régészeti leleteket, ha úgy tetszik, akkor találnak kincseket, és ezeket nemhogy beszolgáltatnák, hanem értékesítik. Hogyha aki ebben jártas, az az internet világában számos ilyen példát talál. A lelet főleg lengyel 6 és 18 garasokból, ezen kívül osztrák-magyar krajcárosokból áll. A közel 6 millió forintot érő érmek a Józsa András Múzeum gyűjteményébe kerültek, a porcsalmai kincsekként is emlegetett leletet ott állítják majd ki.